esti napon pont itt a Rákospatak partján, mert arról szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mit jelent nekünk az, hogy mi Zugló fejlődését zölden képzeljük el. Vagyis, hogy az úgy szeretnénk fejleszteni, és minél élhetőbbé tenni Zuglót a zuglói emberek számára, minél kellemesebbé, kényelmesebbé, hogy eközben nem sérül a zöld felület, sőt növekszik a zöld felület, és az, hogy tulajdonképpen a fejlődési természeti környezetünkkel harmóniában is elképzelhető. Ennek itt nulladik példájaként muszáj megemlítenem a Városligetet, ugye mi nagyon erőteljesen tiltakozunk a Városliget jelenleg tervezett beépítése ellen, és itt is azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy fejlődést el lehetne érni a ligetben úgy is, hogy nem veszítünk zöld felületeket. Erről már korábban sokat beszéltünk, ezért egyébként fontos azt is megemlíteni, ugye, hogy október 10-én délután 5 órakor egy élő lánccal fogjuk ezt demonstrálni, hogy mennyire fontos számunkra a Városliget és a zöld felületek megvédése. Ugyanakkor itt most ezen a helyen azért vagyunk, hiszen több választókörzetünk, ugye az én választókörzetem a 9-es, ami szintén átfolyik a Rákospatak, de emellett itt van mellettem Kratópül Gyuri, aki a 8. körzetnek a képviselőjelöltje, és ugye az ő körzetén is átfolyik a Rákospatak. És szeretnék arról beszélni, hogy itt a patakról mit gondolunk, hogy ennek a szerepe milyen lehet az zuglóiak életében, és hogyan lehetne ezt szebbé, jobbá tenni. Azt látjuk, hogy az elmúlt években itt sajnos ennek a patak környezete nem javult, itt ezt azt hiszem, hogy a környéken is látni, bár nagyon sokan használják és nagyon sokan szeretik most is ezt a parkot, nagyon minimális infrastruktúra áll jelenleg az ide látogatók rendelkezésére. Azt gondolom, hogy hosszabb távon mindenképpen fontos lenne, hogy itt több kerület, hiszen ugye nem csak 14. kerületen folyik át a patak, hanem több szomszédos kerületen is, és Pest megyében is több településen. Tehát hosszú távon az a célunk, hogy minden kerülettel és településsel együttműködve dolgozzunk ki egy nagyon komplex rehabilitációs tervet a Rákospatakra, de addig is, amíg ez a hosszú távú cél meg tud valósulni, hiszen tudjuk, hogy azért ezek a hosszadalmasabb együttműködések több időt vesznek igénybe, már rövid távon is jó néhány olyan ötletünk van, amivel az zuglóiak számára kellemesebbé tehetjük itt a Rákospatak mellett a kikapcsolódást, a sportolást. Erről most néhány szóban Kratópül György fog beszélni.